A neve Új Aliz. Ami most 6 hónapos. Ez a Gábriel. Ő Kamilla. Ő. És ő pedig Luca. Ők az Operaház új üdvöskéi, pontosabban az Operaház művészeinek nemrég született gyermekei. Molnár Ágnes operaénekes egyik kedvenc hobbiát űzi, fél éves kislányát Pannit fotózza. Férjével, Keselyák Gergely karmesterrel a lelkük mélyén mindketten kislányra vágytak. Panni mély érzékenysége pedig minden nap lenyűgözi őket, bár a komoly zenére szokatlanul reagál. 2 hónapos korától az történik, hogy meghall egy komoly zenét bármilyen stílusból, bármilyen korszakból, nagyon odafigyel, és egy pillanat alatt meghatódik, és elkezd görbülni a szája, és elkezd sírni. Azóta... És rohanunk lekapcsolni, mielőtt a sírás fázisba érne. Édesanyja dúdolása persze mindig megnyugtatja. A szülők, legyenek akár itthon vagy külföldön, minden fellépésükre magukkal viszik a kislányt. Bocellivel énekelt Ági Pízában, és hát amikor elkezdtük neki mondani pár nappal előtt, hogy megyünk Olaszországba, akkor teljesen magánkívül volt, és az egész napos autóutat, minthogyha a Mennyországba utaznánk, úgy olyan boldogan ülte végig. A jelek szerint Panni az olasz nyelv és kultúra szerelmese. A pár olasz barátjával, Girolamo de Rácco olasz zeneszerzővel pillanatok alatt egymásra találtak, így adta magát, hogy ő legyen Panni keresztapja. It's also a nice way to, in order to give to Panni something new, a different language, like Italian, a different way to think. A magyar karmesternek amúgy egyáltalán nem idegen az apa szerep. Ő a 6 gyermekes Keselyák család legnagyobb fia, így rendkívül sokat segített szüleinek testvérei gondozásában. 4 éves koromban már a kisebb testvéreimet én hordtam haza az óvodából egyedül. A kis testvéreim rólam azt hitték, hogy felnőtt vagyok, és valamit valóban ebből megéreztem, és eltároltam nem is az agyamban, hanem úgy a sejtjeimben, hogy milyen egy kis baba. Papadrián balettművész nyáron szülte első gyermekét, Aliszt. Halsuna művész párjával már nagyon vágytak kisbabára, így most a legnagyobb harmóniában telnek napjaik. Te is kapsz. Mikroportot. Csak nincs öbben, mert felcsapni. Július 30-án született, nagyon korán, hajnali 2 órakor gyakorlatilag. Most már 4,5 kiló, úgyhogy... növögetünk szépen. Egy kis hinta palinta. Most már nagyon ügyesen figyelget, tehát, hogy ezt így látom, követi a dolgokat a szemével, tetszenek neki a színes dolgok, és ami recseg, ropog, zizeg, zenél. Adrián, amikor megtudta, hogy terhes, nem vállal több előadást, de továbbra is részt vett a balett gyakorlatokon. A szülés óta viszont egyáltalán nem táncol, így természetes, hogy hiányzik neki a mozgás. Most már azért úgy érzem, hogy jó lesne úgy megmozgatni magamat, vagy úgy érzem, hogy úgy rozsdásodik be ugye az ízület, ami ugye nekem fura. Meg hát ugye eddig az életemből, a hétből 6 napot azt tett ki, hogy mozogtam. A fiatal balerinát számos szerepben láthattuk, és míg a színpadra a legnagyobb magabiztossággal állt ki, az életben azért más a helyzet. Az ember azért sokszor elbizonytalanodik, ugye, hogy jól csinálja vagy nem jól csinálja, míg mondjuk a munkánkban megtanuljuk, hogy mik a szabályok, és akkor azok szerint megpróbáljuk eltáncolni a szerepet. Hát itt nincsenek szabályok. Egy 24 órás feladat a 7 napján, tehát nincs szabad nap, nincs szabadság, úgyhogy... De másrészt meg fel is tölti az embert, szóval, hogy ez így van rendjén. Igen. Adrián természetesen tervezi, hogy visszatér a színpadra, de hogy mikortól, arról családjával közösen döntenek majd. Így van ezzel Szigeti Scanlon Kelsey Ilona is, aki nemrég 3-as ikreknek adott életet. Balettművész párjával, Szigeti Gáborral jelenleg a 3 hónapos Gábriel, Kamilla és Luca körül forog az életük a nap 24 órájában. A szokásos, hogy mindig valaki sír, de vannak olyan, mint most, hogy mindhárman alszanak, és az nagyon szerencsés időszak, akkor mindent kell megcsinálni, mit kell, éppen tussolni, csinálni kaját, bármit,
mert ez az idő gyorsan lemegy. Gábor és Kelsey 2014-ben kötötték össze az életüket, 4 évvel később pedig legnagyobb örömükre megérkezett a gyermekáldás. Az egyik ultrahangos vizsgálat alkalmával érte őket a nagy hír. Dobtunk egy hátast, mert először az ultrahangon 2 szívhang volt, és igen, akkor utána elkezdtünk szedelőzködni, és akkor mondta a doki, hogy várjunk, mert még van egy másik szívhang, és akkor kérdeztük magunkba, hogyha még itt maradunk 10 percig, akkor lesz egy negyedik, és nem 3-szor, ez így elég is egyelőre. Az első pillanat nagyon nagy volt az öröm, aztán azért tényleg végig kell kibírni ezt a terhességet, még azért nem veszélytelen a dolog, de hál' Istennek nem volt semmi komoly, még nagyon jó bírtam végig. Kapunk egy mosolyt, vagy ilyen felcsillagó hát, szempárt, annál szebb nincsen. Mikor van egy nehéz este, és nem aludta egyáltalán, aztán fölkelnek és mosolyognak rád, akkor azért érdemes élni. Az elmúlt hetekben, hónapokban tehát gyakran járt a gólya az opera környékén, és úgy tűnik, továbbra is itt köröz. A napokban szüli második gyermekét Tanik Pajeva Alia balettművész, és pár hónap múlva Zavaros Eszter operaénekes is anyai örömök elébe néz.